Szevasztok, én Elk Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videóban. Köszöntelek titeket, és mindenkinek csodás péntek estét szeretnék kívánni. Végre itt is vagyunk egy újabb horror videóban. Fú, de hiányzott már ez egész, és fú, de régen volt már Life of Luxor is videó. Remélem, hogy nektek is hiányzott, és örültök neki, hogy most az van. Hogyha esetleg valaki még nem vágná ezt az egész csatornát, nekik mondanám röviden, hogy az összes itt található remek mű előre meg van írva, és meg van játszva, szóval úgy kell igazából tekinteni rájuk, mintha egy horrorfilmet néznénk. Na de a most következő videónknak képzeljétek el, az a címe, hogy figyelte őt, miközben alszik, a falon keresztül egy lyukból. Általában nagyon komoly és kerek sztorik szoktak lenni ezek mögött, de most ez nekem így nem nagyon áll össze logikailag, ugyanis érted, hogyha elköltözöl egy házba, ahol alszol pár napot, és a szobádban, a falon van egy lyuk, azért csak megnézed, hogy mégis mi ez az egész, és nem figyel-e téged valaki, vagy nincsen bekamerázva, nem? Az lenne logikus, na de derítsük is ki, hogy mégis mi ez az egész, és akkor kezdjünk is bele! Szeva tesó, hát hiányoztál már nekünk! Mindig elfelejtem, jó, hogy emlékeztetsz rá! Mindenki fejje szét azt a like gombot, és legyen meg ezen a videón az 5 like! Köszönöm szépen! Végre! Most már én is ismételten teljes értékű youtuber vagyok. Minden videóban kérni kell a lájkokat. Megnyomtátok már? Még nem? Nyomjátok a... Jaj, de túltolom! Amúgy eléggé le vagyok fáradva, mivel hajnal 12:30 van, amikor felveszem ezt a videót, de megláttam őt, meg ezt az egészet, aztán már fel is pörögtem. Szóval, Megan lesz a mai videóban, aki egyedül él. Vagy csak azt hiszi, hogy egyedül él, tudjátok. Ugyanis... egy furcsa jelenségre lett figyelmes a házában, és random szokott hallani érdekes nevetéseket is. És egyszerűen nem találja, hogy mégis honnan jönnek azok a furcsa hangok. Ezt a videót pedig... ő küldte. Az a baj! Jaj, fáradt vagyok és éleket mondok, hogyha becsukod a szemedet, akkor nagyon, de nagyon sok mindent beleképzelhetnél ebbe a videóba. De ahogy halljátok, valaki a falában van konkrétan. Most pedig ők elmennek Megannek a házához, és ott fogják tölteni az egész éjszakát, és meg fogják védeni a lányzót, és megpróbálják kideríteni, hogy mégis mi ez az egész. Persze, szokásuk az híven, ismételten este indulnak. Lehetséges, hogy a lány nem talált semmit. Na de majd ők fognak, azt mondják. Na, meg is érkeztek, 11:30 van. Vajon lámpánál fog ajtót nyitni, vagy full sötétben? Ez itt a kérdés. És ő is full sötétben. Miért? Ki nyit sötétben ajtót? Láttunk már vagy 5 ilyen videót, és még most se értem. Látszik azért a lányon, hogy meg van rémülve, nem is kicsit. Tudnál mesélni egy kicsikét nekünk, hogy miket tapasztaltál? Esténként folyamatosan hangokat szokott hallani. Illetve azt is szokta hallani, minthogyha különböző dolgok eltörnének. És a legrosszabb az egészben az a félelmetes nevetés, amit szokott hallani. Something what? Something was pulling my hair. Előző éjszaka, amikor aludt, valaki meghúzta a haját. Ami amúgy nem lenne para, hogyha nem egyedül laknál. Na de így... akkor ezek szerint ez a valami biztos, hogy ott van a házában. Először a lány
Még nem mondta 100%-ra, de most már... What do you mean? I couldn't breathe and I started screaming. Nagyon erősen húzta meg a haját, és majdnem le is húzta a lányt az ágyról. Szinte levegőt sem kapott a lány. És sikított. Mindenhol körbenézett utána a szobájában, még az ágy alatt is, és nem talált semmit. Egyedül volt. Ő is mindig próbálja megmagyarázni a dolgot, ahogy én, de hát ezt nem tudja sehogy. Biztos, hogy csak álmodtad, ugye? Persze, persze. Szóval azt gondolod, hogy egy ember volt ott. Azt mondja, hogy nem tudja, de ők pedig most már akcióba is lendülnek, és egy csomó kamerát felállítanak, hogy megfigyelhessék, hogy vajon mégis mi fog történni éjszaka. És tudjátok, ez a videó után bárki, akivel különböző paranormális dolgok történtek, bármilyen furcsa hangot hallottak, és mindig azt hitték, hogy a szobájukban van valami, vagy esetleg az ágyuk alatt, és nem találtak semmit, mostantól extrán fognak parázni, mivel mi van akkor, hogyha a falukban van valami? Jaj, már megint paráztatok mindenkit. De amúgy nekem itt pont olyan a falam, bár nem, mert ott szigetelés van egy csomó. De szerintem van ott annyi hely, hogy a fal túloldalán simán el tudjon bújni valaki. Para. Ott is van akkor az első kameránk. Most pedig mennek a lánynak a szobájába. Hi, Megan. Yeah. Hi, I know this is weird, but can we put a camera? Milyen para már az az ajtó amúgy? Yeah, sure, that's fine. Miért néz ki így a szobád? Nem szoktál takarítani? Most pedig megnézik az ágyat ők is, hogy biztos, hogy nincsen-e valami alatta. Na így amúgy teljesen logikus már ez az egész, és értem. Úgyis az elején kérdeztem, hogy nem veszi észre valaki, hogy van egy lyuk a szobájának a falán. Hát akkor azért nem vette észre, mivel az ágy az eltakarta. Megan, how long has this hole been here? I don't know, I just noticed it like right now. You just noticed this right now? Aha, eddig nem vette észre, és most tűnt fel neki. Ne foglalkozzunk vele, persze. Jaj, hogy mondhatsz ilyet? A valóságban amúgy, hogyha valakivel ez történne, mennyire nem tudna nyugodtan aludni ezek után? Főleg, hogy az ágya mellett talált egy lyukat. És itt is van a lánynak a szobája, hajnali 1 órakor, békésen és nyugodtan alszik, minthogyha semmi sem történt volna, meg mintha nem lenne senki se a házában. Nem tudom amúgy, hogy mennyire jó ötlet ilyen nagyon, de nagyon közelről néznem azt a lyukat. Nehogy itt valami jumpscare legyen, vagy valami. Valaki már zörög, meg nevet is. Mi ez az egész? Jaj! És így a fejét oda teszi. Hello! Hogy vigyorog? Ő megérkezett. De most már legalább nem zörög. Nézzük a jó oldalát. Aha! Szóval így húzták a hajadat meg. Micsoda színészi teljesítmény. Látod, hogy egy... Vagy nem látod, de legalább hallod, meg kezded érezni, hogy egy kéz nyúl feléd, te pedig csak így békésen még fekszel. Aztán fogjuk arra, hogy még félálomban volt, és nem realizálta egyszerűen, hogy mégis mi történik. A srácok pedig már meg is hallották, hogy alszik, és mennek is megmenteni az életét. Jól láttam amúgy, hogy a srác napszemüvegben aludt. Yo, Megan, what's wrong? What's wrong? There's something in the wall!
Valami van a falban! Valami elkapott! Egy kéz volt! Gyere, menjünk! Gyere! És már ki is menekítik onnan! Hallod? Mégis mi az ott? Békésen, mert akartam is amúgy mondani, hogy mégis miért futnak ki? Biztonságban vannak meg minden. Erre pedig az a valami... Ott elmegy a konyhában. De amúgy hogy ment az be a fal közé? Meg hogy jutott? Ki olyan gyorsan onnan? Nagyon remélem amúgy, hogy nem ez lesz a vége, és hogy láthatjuk még azt a valamit. És ennek az egésznek lesz folytatása. Megön kiköltözött abból a házból. Hát meg is értem. Ők pedig még mindig próbálják megfejteni, hogy ez a férfi mégis hogy volt ott a falban. És itt ér véget ez a videó. Szerintem egy kicsikét most visszatekergetek, és nézzük meg ismételten azt a valamit ott a konyhába. Mi az? Jó, nyilván csak egy ember, de akkor is annyira parán megy, meg olyan komolyan színészkedik, hogy azért tőle feláll a szőr a hátamon, nem is kicsit. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videó. Hát... Nem volt ez annyira félelmetes, de azért jól előadták, és én baromira élveztem, én nagyon szeretem ezeket, remélem, hogy ti is, hogyha tetszett nektek, akkor mindenféleképpen dobjatok el a videóra egy hatalmas nagy lájkot, nem mutattam a lájkot, pedig folyamatosan szoktam, fenébe. A Facebook, illetve az Instagram oldalam, plusz a webshopom is, ott van lent a leírásban firmitas.hu, hogyha még esetleg a csengőt nem nyomtad volna be, akkor mindenféleképpen tedd meg, ugyanis akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantálta nem szeretné lemaradni semmiről, akkor mindenféleképpen gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!